Kitöltésre várva sorakoznak a téli rezsicsökkentést igénylő lapok a Szociális Támogatások Osztályának ügyfélszolgálatán. Szolnokon eddig több mint 200-an nyújtották be igényüket. Azok igényelhetik, most Szolnok városában lakókról beszélek, akik a tavasszal nem kapták meg a távfő és gázfűtéses lakások esetében, szóval aki mással fűt, például szénnel, fával, tartályos gázzal, vagy palackos gázzal, vagy esetleg brikettel, pellettel, a fűtőolajjal, ők azok, akik igényelhetik. Az igénybejelentő lapon megjelölt fűtőanyagon a későbbiekben módosítani nem lehet. Háztartásonként egy nyilatkozatot lehet benyújtani, illetve fontos, hogy az igénylő személynek az adott háztartása bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye legyen. A tájékoztató és a nyomtatvány a város honlapján is rajta van, és természetesen itt a Szolnok kipolnak a polgármesteri hivatal a Szociális Támogatások Osztályán lehet igényelni, és ide is kell visszahozni hozzánk. A dokumentumokat október 15-éig lehet benyújtani az önkormányzatnál. A támogatás összegéről október 31-e után születik kormánydöntés. Az önkormányzat ezt követően választja ki azokat a vállalkozásokat, ahol az előzetesen megjelölt fűtőanyag átvehető.